Jó napot kívánok, üdvözlök minden kedves hallgatónkat. A mai keddi beszélgetésünk ismét a nyugdíjasokkal kapcsolatos ügyekről fog szólni. A nyugdíjas parlamenten felvetett problémákat próbáljuk meg kihámozni és nagyító alá venni. Ehhez egy szakértőt kértünk, hogy segítsen nekünk a költségvetéssel kapcsolatos dolgokat körüljárni, értelmezni és magyarázni. Tisztelettel köszöntöm körünkben Miklós Lászlót, mérnök közgazdászt, akinek a cikkei alapján azt mondhatom, hogy közelebb viszi az olvasót ahhoz, hogy amit költségvetésnek nevezünk, és az egy számtenger, de abban valamilyen módon rendet tegyünk, illetve fókuszáljunk azokra a tételekre, amelyek az időseket, a nyugdíjasokat érintik. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és az elején néhány szóba kérem, hogy a hallgatóság előtt mutatkozzál be, hogy hogyan kerültél te a nyugdíjakhoz közel, milyen utat folytattál eddig. Hát nem nevezném magam nyugdíjszakértőnek, hanem sokkal inkább egy politizáló embernek, aki egész élete során mindig foglalkozott a társadalmi kérdésekkel. Ugye volt egy rövid idő az életemben a Horn kormány idején, amikor hivatásszerűen országgyűlési képviselő voltam, de hát az érdeklődés azt követően is megmaradt. Amikor befejeztem a szakmai pályafutásomat, ugye nyugdíjba mentem, akkor sem azért kezdtem el a nyugdíjasokkal, vagy a nyugdíjügyekkel foglalkozni, mert hogy magam nyugdíjas lettem, hanem azért, mert ez egy olyan örökké fönnálló, hosszú távon ható kérdés, amiről mindenképpen érdemes gondolkodni, és nem csak a nyugdíjszakértőknek, hanem minden olyan embernek, akit foglalkoztatnak a társadalmi kérdések, az igazságosság ügye, és hát azért a mai nyugdíjrendszerben van jó néhány olyan kérdés, amit újra gondolni érdemes, de beszélni róla mindenképpen, hiszen bár a végső döntést mindig a politikusok hozzák meg, az nagyon fontos, hogy a társadalom széles köre egyetértsen bizonyos lépésekkel, különösen, hogyha hosszú távú kérdésekről van szó. Márpedig egy nyugdíjrendszert azt nem lehet rövid távon is túl gyakran változtatni, ezért hát, hogy mondjam, egy széles körű gondolkodás szükséges. Egy dolgot emelnék ki, ami miatt a ugye publikáltam is erről cikkeket, meg foglalkoztam vele, hogy az 2010 óta jelentősen megváltozott a nyugdíjas társadalom relatív pozíciója. Addig, amíg 2009-ben vagy 10-ben, most nem emlékszem pontosan a dátumra, a nettó átlagkereset 70%-a fölött volt az átlag nyugdíj, addig ez 2021-re 50-valahány százalékra csökkent, sőt, ugye a legújabb számok alapján már 50% alá, hogy számokat is mondjak. A KSH szerint a nettó átlagkereset most 350-valahány ezer, az átlag nyugdíj pedig 161 ezer. Ez is ráirányítja arra, például arra is a figyelmet, hogy önmagában az úgynevezett értékmegőrző nyugdíjpolitika, amikor csak az infláció mértékével emelkednek a nyugdíjak, az például ilyen következményekre is vezet. No, különösen, ha azt is figyelembe vesszük, hogy ráadásul a nyugdíjak között nagyon jelentősen megnőttek a különbségek. Nem akarok elébe menni sok mindennek, csak azt próbáltam elmondani, hogy mik voltak azok a kérdések, ami miatt hát nem szakértőként, hanem közügyek iránt érdeklődő emberként beleártottam magam ebbe a kérdésbe is. Köszönöm szépen. Igen, amiket felvetettél, azokra talán majd visszatérünk, mert ezek nagyon jól szemléltetik azt a tényt,
hogy a nyugdíjasok egyre jobban lemaradnak a bérből és fizetésből élőktől. De hát, mint gyakorló képviselő is, ez egy nagyon szerencsés helyzet, mert akkor több költségvetésnek az előkészítésébe, tárgyalásába részt tudtál venni. Ezért miután ma alapvetően a költségvetéssel kapcsolatosan szeretnénk gondolatokat megismerni, ezért próbáljunk meg akkor a költségvetésről szólni néhány szót. Először is azt, hogy jó időben fogadja el a parlament a költségvetést, mert már most elfogadta a parlament egy két héttel ezelőtt a jövő évi költségvetést. Ez sok esetben nem tűnik logikusnak. Te hogy látod, hogy miért van ez a sietség, vagy milyennek a sietségnek aztán később a kára? Hát ez egy szerintem helytelen politikai döntés, hogy évek óta a kormány idő előtt, még a nyár előtt elfogadja a következő évi költségvetést, hiszen nincsenek meg még azok az adatok, amire alapozva jó döntést lehetne hozni. Hogy egy példát mondjak, a jövő évi költségvetés 5,2%-os inflációval számol, amiről hát mindenki tudja már a mindennapi tapasztalatai alapján is, hogy ez lényegesen magasabb lesz. Ugye valószínűleg van egy olyan kormányzati megfontolása az idő, vagy olyan túl korai költségvetés elfogadásában, hogy hűtse a várakozásokat, hogy úgymond pénzügyileg kiszámíthatóbbá tegye a jövőre vonatkozó elképzeléseket, de hát ez meglehetősen kétes értékű. Annál is inkább, mert a költségvetést a kormány saját hatáskörben, ha úgy tetszik, hetente módosíthatja. Na most ez alássa mindazt az elképzelést, ami mondjuk arról szólna, hogy kiszámíthatóbb legyen a következő év, hiszen 2015 ilyen nem volt. Tehát egy költségvetés az alapvető a nemzeti jövedelem felosztása, a jövedelem centralizáció és a felhasználási célok tekintetében. Ha ez ilyen szabadon átírható, ahogy ezt a 2010 óta regnáló kormány teszi, akkor az végképp kiszámíthatatlaná teszi az emberek mindennapi életét. Igen, ezt én magam is igazolni tudom, hogy éppen a mai nap aktualitásával lehet ennek a komolytalanságát felvázolni, nevezetesen valóban a két hete elfogadott költségvetést jövő évre 5,2%-os fogyasztói árnövekedést írt elő, miközben éppen ma a KSH kihozta, hogy jelenleg 13,7%-os az infláció, tehát nem teszik komolyá a költségvetést, és így a költségvetésnek a irányadó vagy viselkedés befolyásoló hatása hát valami kevés. De nézzük azt, hogy az elmúlt évek költségvetését figyelembe véve valami kevés változás történt egyes az időseket közvetlenül érintő tételeknél. Szinte azt is mondhatnánk, hogy átmásolták ugyanazokat a sorokat, alig-alig látható mértékekbe változás, ami mondjuk minden nyugdíjast érinthet, hogy a méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásnál van egy 100 millió forintos növekedés, tehát 200 millióról 300 millióra, illetve a méltányossági alapon történő nyugdíj emelésnél szintén egy 100 milliós növekvény, a korábbi 800 millióról most 900 millióra emelték a keretet. Erről a két dologról beszéljünk egy kicsit, hogy kik fordulhatnak a méltányossági nyugdíj megállapításnál és méltányossági nyugdíj emelésére, kik hova fordulhatnak, hogyha úgy ítélik meg, hogy számukra ez a keret valamiféle reményt ad? Hát ebben a kérdésben nem vagyok elég szakértő, úgyhogy inkább kerülném, hogy nehogy valakit
hát hogy mondjam, olyan helyzetbe hozzak, hogy nem kapott pontos információt. Amit ezzel kapcsolatban viszont megjegyeznék, az az, hogy az általad említett tételek, azok 5 éve lényegében változatlanok. Ugye ez mint egy indikátora annak, hogy a Orbán kormány egyrészt az idősektől csoportosítát jövedelmet más társadalmi rétegekhez, másrészt pedig azt is mutatja, hogy kifejezetten érzéketlen szociális kérdésekbe. Ugye ezeknek a általában említett tételeknek a rendkívüli nyugdíjemelés keretének, illetve rendkívüli nyugdíj megállapítási lehetőségeknek egy kiegészítő szerepe van, hogy a nagyon nehéz helyzetbe került nyugdíjasok valamivel jobb helyzetbe kerüljenek. Na most ez a valamivel jobb helyzet, ez nevetségesen kevés az előző években egy-egy ilyen átlagos méltányossági nyugdíjemelés 4-5 ezer forintot jelentett havonta, és nyilván a legalacsonyabb nyugdíjakat kapuk esetében, ami persze lehet azt mondani, hogy egy 90 ezer forintos nyugdíjnál, hú, hát ez már számít, de hát ugye egészen más lenne a helyzet, ha legalább csak az inflációval növelték volna mondjuk 2017-hez képest ezeket a rendelkezésre álló költségvetési forrásokat, és ezeket szigorúan be kell tartani, tehát ezt nem lépheti túl a nyugdíjigazgatási szakaparátus. De hát nem csak a rendkívüli nyugdíjemelési keretek tekintetében, hanem más szociális kiadások tekintetében is. Hát nagyon finoman fogalmazok akkor, ha azt mondom, hogy a kormány rendkívül szűk markú. Ennél sokkal erőteljesebben lehetne fogalmazni. Ugye az az egy mondat, amit úgy szoktak mondani a kormány vezető politikusai, hogy munkaalapú társadalom, vagy más politikus azt mondja, hogy mindenki annyit ér, amennyie van. Ez jól kifejezi azt, hogy hogyan viszonyul a kormány azokhoz a társadalmi rétegekhez, akik az adott körülmények között önhibájukból, vagy nem azért, de hát sokkal nehezebb megélhető helyzetben vannak, és sokkal nehezebb a megélhetésük, mint mondjuk egy átlagpolgárnak. Sajnos igazat kell adnom neked, hogy ezek a tételek, akár amiket említettem, akár a költségvetés más helyein, az inflációval azonos mértékben sem emelkednek, tehát ezek egyre kevésbé töltük be azt a szerepet, aminek eredetileg szánták. Ha csak a méltányosági nyugdíj emelést nézzük, a tavalyi évben több mint 42 ezeren fordultak a méltányosági nyugdíj emelés iránt a hatóságokhoz, és csak 26 ezeren járt sikerrel a kérelmük, miközben ez egy nagyon alacsony nyugellátásban rendelkezők fordulhatnak csak ilyen méltányossági nyugdíjemeléshez, mert 85 ezer forint alatti nyugellátásban rendelkező fordulhat egyáltalán ahhoz, hogy legyenek tekintettel a sorsára, és emeljék meg a nyugdíját, és hát látható, hogy a fele se kap kielégítő választ. Ez nagyon szomorú. Ennek ellenére azt mondom, hogy ha valaki ebbe a kategóriába beleesik, akkor az ügyfélkapunk keresztül is lehet ilyen kérelmet benyújtani. Próbálja meg az a rászorult, akinek ilyen alacsony nyugellátása van, segítséget kérni akár szociális osztálynál, akár gyermekeinél, hogy ügyfélkapunk keresztül is be lehet adni ezt a kérelmet, és ha szerencséje van, és a forrás nem merült ki, akkor ő is hozzájuthat, körülbelül, ahogy elmondtad, 4-5 ezer forint körüli nyugdíjemeléshez. Említetted, hogy ez a bérekhez viszonyítottan az átlagbérekhez az átlagnyugdíjak rohamosan távolodnak el egymástól, és bizony-bizony most már 50% alá is benéz ez a tétel. Hogyan is alakult ez történetileg, hogy
Valamikor, amikor 79-80%-a volt a bérekhez viszonyított, az átlagbérhez viszonyított átlagnyugdíj, akkor hogy csúszott ez le, miért lett ez ilyen rossz mutató, és hát ennél fontosabb, hogy rosszabb életkörülmények a nyugdíjasoknak. Ugye az egy alapkérdés ezzel kapcsolatban, hogy hogyan gondolkodunk a nyugdíj funkciójáról, meg a nyugdíjasokról. Ugye ha azt gondoljuk, hogy a értelemszerűen minden évben növekvő GDP vagy nemzeti jövedelemből méltányosan kell részesedni a már nem aktív korosztályoknak is, akkor egy úgynevezett infláció követő nyugdíjemelés az nem megfelelő. Az vezet oda, amit mondtál, hogy mindenkinek a nyugdíja megőrzi az akkori értékét, amikor megállapították. Miközben teljesen természetes módon sokkal nagyobb a GDP és nagyobbak a jövedelmek, mint 10 évvel ezelőtt. Az tehát nem csak méltányossági kérdés, hanem egy elvi kérdés, hogy a növekvő társadalmi jövedelmekből a nyugdíjasoknak is részesedni kell. Az, hogy ezt technikailag hogyan oldjuk meg, az e tekintetben részletkérdés. Egy biztos, hogy ha az aktív keresők reálkeresete nő még hozzá hosszú időn keresztül, akkor a nyugdíjak reál értékének is növekednie kell. A mérték az mindig vitatható, de az, ami az elmúlt 10 évben történt, hogy változatlan volt a nyugdíjak reál értéke, az nem csak azt eredményezi, hogy ugye ma már szóba került kétszer is, hogy az átlag nyugdíj az átlag kereset kevesebb, mint felét éri el, hanem ugye különösen az alacsony nyugdíjasoknál egy gyors elszegényedéshez vezet. Igen, ha alaposabban tanulmányozzuk itt a nyugdíjemelésnek a metódusát, akkor azt látjuk, hogy a 90-es években, 98-ig bérindexálás volt. Amennyivel nőttek a bérek, annyival nőttek a nyugdíjak is. Ekkor 97-ben egy nagy nyugdíjreformnak készülő intézkedéscsomag került a parlament elé, ekkor jöttek létre a magánnyugdíjpénztárak, ekkor sok egyebet megváltoztattak a nyugdíjrendszerbe, és ekkor hozta be az akkori parlament a bérek és a infláció, de ezt is a GDP növekedésének bizonyos paraméterezés állásával. Tehát elkezdődött a lecsúszás, mert nem csak a bérekkel, hanem behoztunk egy olyan tényezőt, az inflációt is, és ez már lejjebb vitte a évenkéti nyugdíjemelést. Majd aztán 2010-ben már a béreket el is felejtettük, és csak az infláció maradt. Tehát eddig 3 olyan jelentős nyugdíjemelési metódus megváltozása történt, amelynél mindegyiknél kimutathatóan a nyugdíjasok hátrányba kerültek. Hát ugye itt a megoldás az lehetne, hogy ugyanilyen arányba, mint ahogy lecsökkentettük a viszonyítási dolgokat, ugyanúgy ezt visszaépítsük. Pikírt megjegyzésként az országgyűlési képviselők tudták, hogy mihez kell igazítani a jelenlegi tiszteletdíjukat, és ők 1-3 évvel ezelőtt úgy döntöttek, hogy a bérekhez igazítják az ő tiszteletdíjukat. Az sem mindig így volt, de most ez történt, és ehhez elég jó támogatást kaptak a magasabb köztisztviselői körből, mert ehhez képest az összes, a köztársaság elnök, a miniszterelnök, az alkotmánybírósági tagjai, a versenytanács, stb. Mindenki aztán a parlamenti képviselőköz viszonyítja a saját bérét. Azt hiszem, hogy a nyugdíjak bérekkel azonos mértékű indexálása az
sok problémát jelenthet, és nem csak költségvetési szempontból, hanem a nyugdíjrendszer egyéb elemeit tekintve is. Ez ugye azt eredményezi, hogy az aktív időszakban elért jövedelmek, vagy kialakult jövedelem különbségeket az állam a nyugdíjrendszeren keresztül és arányokat garantálná élethosszíglan. Ez szerintem igazságtalan. Tehát majd lehet, hogy később beszélünk róla, de addig, amíg a nyugdíj megállapításánál van abban ráció, és nyilván észszerű, és ha úgy tetszik, igazságos is, hogy a nyugdíj mértékét a szolgálati idő és a korábbi életkereset alapján állapítják meg, addig fölvethető, hogy ugyan az állam szempontjából mi különbség van nyugdíjas és nyugdíjas között. Hogy számszaki, különösen most, amikor nincs nyugdíjplafon, hogy egy számszaki példával érzékeltessem, ugye, hogyha valakinek 100 000 forint a nyugdíja, és csak a könnyebb áttekinthetőség miatt, évente 10%-os nyugdíjemelés van, eltekintve a kamatos kamattól, akkor az 5 év alatt 50 000 forint nyugdíjemelést jelent. Ha valakinek 300 000 forint nyugdíja van, akkor annak évente 30 000 forint, 5 év alatt 150 000 forint nyugdíjemelést jelent. Tehát a 300 000 forintos nyugdíjasnak a nyugdíj növekménye lesz annyi, mint a 100 000 forintos nyugdíjasnak a teljes nyugdíja. Tehát ezzel csak azt kívántam érzékeltetni, hogy több tényezőt kell figyelembe venni, akkor, amikor a nyugdíjemelésekről gondolkodunk, amikor technikailag ezt lefordítjuk, és ahogy ugye szóba került, hogy infláció követő, vagy bérkövető, vagy valamilyen vegyes indexálást alkalmazunk. Ezért is merült föl 97-ben, hogy önmagában a bérarányos az nem jó, ugye akkor a GDP, aztán később, ahogy említetted, ugye az úgynevezett svájci indexálás, ezt nevezik vegyes indexálásnak, amikor az infláció az egyik tényező, és a másik pedig, másik tényező, ami vagy a GDP, vagy a kereset növekedés, az biztosítja, hogy a nyugdíjasok pozíciója és a társadalom aktív tagjainak hoz hasonlóan javuljon. Az egy másik kérdés, hogy ezeket a növekményeket hogyan észszerű és hogyan célszerű elosztani, no, különösen, hogyha olyan nehéz, és a költségvetés helyzete mindig nehéz, de most pedig különösen nehéz. Tehát ez egy egyedi megfontolást is igénylő. Természetesen elfogadom az érvelésedet a tekintetben, hogy ha már megképződött a nyugdíjakra folyósított összeg nagysága, hogy azt már külön mérlegelendő szempontok alapján kell elosztani, és teljes mértékben egyetértek azzal, hogy az társadalom szempontjából a nyugdíjas és nyugdíjas között nem indokolt tovább nő, hogy nőjön a különbség, mert az már nem a megszolgált teljesítmény, hanem az egy státuszból adódó rossz elosztási mechanizmus, de hogy mennyi legyen a felosztható javak összessége, abba hát jobb lenne, hogy olyan csoporthoz kötnénk a nyugdíjasoknak a összességében a nyugdíjra folyósító összegét, aminek az érdekérvényesítő képessége jóval jobb, mint a nyugdíjasoké. Igen, hát ez egy örökké fölmerülő kérdés, hogy a elegendő forrás képződik-e a költségvetés egyik alrendszerében, a nyugdíjbiztosítási alapban, és azt milyen szerkezetben gyűjti be a kormány. Időnként van ezzel kapcsolatban az aggodalom is, de az biztos egy mondatban most, hogy a nyugdíjak kifizetése az garantált. Erre nem csak a törvények, hanem, hogy mondjam, a mindennapi élet észszerűsége is garancia. Köszönöm szépen, most néhány perc frissítő szünetet tartanánk, mindenki kinyújtózkodhat, megihat egy korty vizet, és pár perc múlva folytatjuk a beszélgetést.
megtaláltál, ha teheted, maradj velünk. Hívj vagy ír nekünk. info@oltalomradio.hu Köszöntöm hallgatóinkat, akik visszatértek a kis frissítőről, és folytatjuk a beszélgetésünket vendégünkkel, Miklós Lászlóval, aki hát alapos ismerője a költségvetésnek, hiszen sok-sok költségvetésnek az alakításánál személyesen is részt vett, illetve amikor aztán nyugdíjba vonult, akkor a közérdeklődése továbbra is megmaradt, úgyhogy nagyon figyelemre méltó gondolatokat fog megosztani velünk. Arról beszélgettünk, hogy hát ugye a költségvetés az nem egy kőbe vésett dolog, ezt egy pillanatnyi állapotot tükröz, mondhatnánk úgy is, hogy a szándékot tükrözi, és a valóság ehhez képest, ha azt megkívánja, akkor ma már szinte akadály nélkül a kormány áttérhatja, átcsoportosíthatja. Egyesek szerint az elmúlt évben 4 naponta meg is történt ez a módosítás. De maradjunk a nyugdíjbiztosítási alapnál. Ő a költségvetésnek a 32. sora viseli ezt a nevet, és oda is van írva egy jókora szám. Hogyan képződik ez a tervezéskor, ez a 4000 milliárdot meghaladó összeg, milyen tételekből jön ez össze, és utána hogyan viselkedik ez a mindennapjaiban? Ugye a legnagyobb tétel az öregségi nyugdíj, és hát ugye van még néhány más ugyanebben a nyugdíjkörbe tartozó tétel, de a meghatározó elem az öregségi nyugdíj. A költségvetés tervezését ugye a várható infláció, valami most 5,2% jövőre, mindenki tudja, hogy nem annyi lesz, végzik el, tehát ez a közel 4000 milliárd, ez ugye arra vonatkozik. De itt is fölmer túl azon, hogy szóval a kiszámíthatóság az fontos. Ezért tulajdonképpen nem értem, hogy miért nem úgy tervezzük a költségvetést és a nyugdíj növelést, hogy nem a várható inflációra, hanem az előző év augusztus per augusztusa közötti tényinflációra, akkor egy nagyon biztos szám lenne beállítható. A nyugdíjak kifizetése így is biztos, de az ország költségvetése szempontjából akkor az biztosan annyi lenne. Így ugye a várható infláció az mindig, mostanában mindig meghaladja lényegesen a tervezett inflációt, ez önmagában a büdzsében bizonytalanságot jelent, meg fogja mindenki kapni a nyugdíjat, de hát ugye ha szűkös a büdzsé, akkor annak vannak következményei, zárolnak bizonyos fejezeteket, bizonyos sorokat. Márpedig ugye a büdzsének van egy másik bizony, hát egy, nem bizonytalan, de egy olyan eleme, amit szintén érdemes lenne végig gondolni, nevezetesen, hogy a kormány az elmúlt 10 évben folyamatosan csökkentette a vállalkozások által fizetendő járulékot, ez ma 13%, és ez már lényegesen kevesebb, mint a munkavállalók által fizetendő 18,5%. Tehát a járulékfizetés tekintetében is oda jutottunk, mint a személyi jövedelemadó tekintetében, hogy a magánszemélyek által fizetett jövedelemadó, ugye a SZNA 15%, a vállalatok által fizetett jövedelemadó, az úgynevezett társasági nyereségadó, az meg 9%. Most ugyanez a helyzet alakult ki a járulékoknál is. Tehát ha egy mondattal lezárhatom a költségvetési ügyeket, akkor lehet javítani a tervezhetőségen, még a mai körülmények között is, amikor hát a kormány úgymond akkor nyúl hozzá a költségvetéshez, amikor akar. Ha például nem várható, hanem ténybeli inflációra lenne fölépítve, ez egyébként lélektanilag is sokat segítene a nyugdíjasoknak, mert akkor pontosan tudná, igaz, hogy nem a júniusi költségvetésnél, hanem egy tisztességes időben elfogadott októberi költségvetésnél, hogy januártól mennyivel fog emelkedni a nyugdíja. Nagyon lényeges dolgot mondtál ki, és ezt jó lenne, hogyha a kedves hallgatóink is megnyugvással fogadnák, nevezetesen nincs veszélyben
a nyugdíjuk. A nyugdíjuk azok az egy költségvetési tétel, és hogyha a mindennapi élet úgy diktálja, akkor itt is a költségvetésbe átcsoportosítanak annyit, hogy a nyugdíját azt mindenki megkapja. Nem kell azoknak a szirénhangoknak bedőlni, akik olyanokkal riogatnak, hogy veszélybe van a nyugdíj, hogy nem lehet kigazdálkodni a nyugdíjat. Nem, ezekről nincsen szó. Ez alapvetően, amíg van költségvetés, akkor a nyugdíjak is van helye, és ott is azt be fogják tervezni, és megkapják a nyugdíjat a rászorul, az akik ezt jogosultak. Említetted volt, hogy valóban itt felborult az arány, hogy a gazdálkodók és az egyének miképpen fizetnek be ilyen jogcímen a költségvetésnek. Ugye korábban ezt mindegy 6 vagy 7 hét ezelőtt 27% volt még a munkáltatók által fizetett társadalombiztosítási járulék, ez most már nevét is megváltoztatva, mert csak szochó neve viseli szociális hozzájárulás, ez már csak 13% lett. Ezzel kedveztek a munkáltatóknak, mert hát kevesebb teher volt, de a munkavállalók azok már még mindig 18,5%-ot fizetnek. Annyi a különbség, hogy ma már nem látják, hogy miből tevődik ez össze, mert ez korábban összetevődött természetbeli juttatásból, pénzbeli juttatásból, munkaerőpiaci rehabilitációs járulékokból. Hát, hogy ezeket most összevonták, és egybe kell fizetni, tehát ez egy olyan tétel, amit a munkavállalók fizetését megterhelik. Amiről még ejtsünk szót, hogy ugye említettük, hogy még egy dolgot szeretnénk megnyugtatni a nyugdíjasokat, ami kevés vigasz, de azért vigasz, hogy most jelen pillanatban ott állunk, hogy 8,9%-kal magasabb a mostani nyugdíjunk, mint január 1-én volt. A mai inflációs adatok előre vetítik, hogy a 1-8 havi tényadatok, amiket szeptember fogunk megismerni, azok magasabbak lesznek ennél a számnál, és ha a jogszabályokat betartva, akkor kiegészíti nyugdíjemelésre kerül sor. Mikorra várható ez, hogy a nyugdíjasok kiegészítő nyugdíjemelést kapjanak? Hát ugye a szabályok szerint ezt novemberben kell megtenni, ideértve a mögöttünk lévő időszak első kifizetéseket is, tehát mintha egész évben a augusztusi inflációs adatok alapján számított nyugdíjemelésre kerülne sor, ez bizonyosan meg lesz, tehát nem csak a mértéke a kérdéses, hiszen olyan szágúdó inflációval van dolgunk, ami korábban még nem volt. Zárójel, nem akarom elvenni a kérdést, de ez nem a háborús infláció, ennek sok oka van, Magyarországon speciális kormányzati hibákból következő okok is vannak, hogy így megszaladt az infláció, de mindegy, a lényeg az, hogy novemberben jön a nyugdíjkiegészítés. És most egy mondattal visszautalnék arra, amit korábban mondtam, mennyivel könnyebb lenne az élet, ha januárban mindenki tudná, hogy adott évben, és meg is kapná azt a nyugdíjemelést, mert az előző évi tényinflációs adatok alapján kerülne erre sor. Ugye a mostani nyugdíjemelési rezsimben egy nagy infláció idején különösen az alacsony nyugdíjasok vannak nehéz helyzetben, hiszen az is mindennapi tapasztalat, hogy az átlagos vagy fogyasztói kosárra épített inflációs mutatón belül az élelmiszerek árnövekedése az nagyon jelentős, ehhez járul majd ugye az energiaár növekedés, és hát általában az alacsony jövedelmű emberek szenvedik meg leginkább a mindennapi
szükségletekhez szükséges cikkeknek az árnövekedését. Tehát egy kiegészítő nyugdíjemelés, meg esetleg nyugdíjprémium, mert ugye elvileg az is lehetséges ide vagy oda, az alacsony nyugdíjasoknak továbbra is nehéz lesz a sorsa. Hát most akkor két pozitív hírt szeretnék megerősíteni, és hogy ezt a kedves hallgatók is örömmel fogadják. Tehát biztos, hogy lesz nyugdíj, nincs veszélyben a nyugdíjkifizetés. Az egyik, a másik, hogy lesz nyugdíjkiegészítés novemberben. A mértékét, hát az majd az 1-8 havi tényadatok alapján tudjuk megállapítani. Egy szomorú, hogy a nyugdíjas fogyasztói kosáron belül hát az élelmiszerek, azokat nap mint nap tapasztaljuk, hogy szinte vágtató módon növekednek. A margarin 66%-kal, a kenyér 58%-kal, a sajtfélék 53%-kal növekedtek. Úgyhogy ezt sajnos jogos azok a felvetések, hogy eddig mi hitelezünk, mert ezeket az árucikkeket meg kell most venni, és egy esetleges novemberi, vagy hát egy novemberi nyugdíjkiegészítés, az hát nem teljesen tudja ezeket kompenzálni. Említetted volt, hogy a nyugdíjasok is, tehát a nyugdíjasok között milyen nagy gondot jelent a egyre növekvő nyugdíjak különbsége, és megjelentek itt a magas összegű 5-600 ezer, esetlegesen 1 millió forintot is elérő nyugdíjak, illetve hát a régebben nyugdíjba vonulóknál pedig hát mindegy 1 millió ember van, aki a medián jövedelem alatti nyugdíjjal, azaz 135 ezer forinttal rendelkezik. Tehát nagyon szétszakad ez a nyugdíjas társadalom. Milyen egyéb feszültséggondok vannak még, amelyek növelik a nyugdíjolló további nyílását? Nem csak a nyugdíj és nyugdíj között, hanem még milyen tényezők, összetevők vannak, amik ezt befolyásolják? Ugye a 2010 után az Orbán kormány megszüntette a járulék fizetési plafon, nem rögtön 2010-ben, hanem valamikor, nem emlékszem pontosan az időpontra, és ezzel megnyitotta az utat ahhoz, hogy az aktív életszakaszban elért nettó keresettel arányos, mondjuk kétharmada legyen valakinek a nyugdíja. Ugye mindenki tudja, hogy nagyon jelentős bérkülönbségek vannak a aktív munkavállalók között. Most ugye ez a lépés, amikor én azt gondolom, hogy igazából költségvetési okokból eltörölte a nyugdíjplafont, ezzel lényegében behozott egy második SZIA sávot, ami korábban nem volt. Tehát prezentáció szempontból megőrizte az egykulcsos személyjövedelemadót, de a nyugdíjjárulék fizetési plafon valami 7 millió forint körül volt, eltörlésével ugye egy plusz kvázi adóteher jelent meg a magas jövedelműeknél, ami rövid távon segítette a költségvetést, ugye nyugdíjbiztosítási alapot, de hosszú távon óriási problémát fog okozni. Egyrészt azért, mert nagyon-nagyon szélesre nyitja a nyugdíjas és nyugdíjas közötti jövedelemollót, mert ahogy korábban említettem, állami garanciát ad ahhoz, hogy élethosszíglan megmaradjon az aktív időszakban elért jövedelemkülönbség, és hát ugye ez olyan, ami nagyon hosszú távú hatással van. Ugye nyugdíjakat nem lehet csökkenteni, tehát ha ez így marad évekig, akkor ebből később nagyon nagy feszültség lesz. Ugye szokták mondani, hogy igen, föl kell zártóztatni az alacsony nyugdíjasokat. Következő kérdés, hogy igen, de miből? Nem beszélve ennek a technikai problémájáról, hogy és akkor mondjuk a 120 ezer forint alatti nyugdíjasoknak
ugyan, kiegészítő nyugdíjemelést adnak, hogy legyen mindenkinek legalább a 120 ezer forint a nyugdíja. Igen, de mit szólnak ehhez azok, akiknek 125 ezer forint a nyugdíja? Tehát ugye egy csomó olyan kérdés van, ami, most csak utalásszerűen mondom, amit nem is lehet meghozni szigorúan véve kormányzati hatáskörben, hanem csak a nyugdíjas társadalom, az, hogy ennél szélesebb, miután ugye ma aktív dolgozókat is érint, szélesebb körű és alapos, úgy szokták mondani, társadalmi vita után. Van persze olyan elem, ami többletráfordítás nélkül is alkalmas arra, hogy legalább átmenetileg az alacsony nyugdíjasok helyzetén javítson. Ilyen például, hogyha a 13. havi nyugdíjat, bár így nevezik, nem nyugdíjnak tekintjük, hiszen nem az. Nincs mögötte járulékfizetés, hanem egy költségvetési juttatásnak, és hogyha költségvetési juttatás, akkor azt kaphatná mindenki azonos összegben. Technikai okok miatt ugye a nyugdíjprémium is olyan, hogy mindenki azonos összegbe kapta, tehát nem is lenne szokatlan a nyugdíjas társadalomnak, mert ugye nyilván mindenki, különösen az alacsony nyugdíjjal rendelkezők szeretnék a helyzetüket javítani. Más oldalról a kormányzat felelőssége az, hogy az államadósság ne szálljon el, ne növekedjen. Tehát szerintem a kormányzatnak gondolkodni kéne azon, hogy az adott keretek között hogyan tudja javítani, még akkor is, ha nem óriási mértékben az alacsony nyugdíjjal rendelkezők helyzetét. Igen, ez nagyon jó megközelítés. Azt tudom, erre most az jutott eszembe, hogy a 90-es évek második felében volt olyan nyugdíjemelési jogszabály, hogy ennyi százalékkal emeljük, de minimum ennyi, és maximum az annyi. Tehát vannak ilyen korlátok. A másik megjegyzést is én is azt gondolom, hogy a 13. nyugdíjnak nevezett juttatást, azt lehetne nem nyugdíjba nevezve, hanem akár társadalmi juttatást, akár nemzeti örökség, akár társadalmi hozam, vagy bármi másnak nevezve, és ott már lehetne ezt a nyugdíjkiegyenlítés felé terelni. És hát valóban az van, hogy a nyugdíjasok nem minden juttatást infláció alapján, meg jövedelem alapján kapták, meg gondoljunk itt akár a rezsiutalványra, akkor mindenki egyforma összeget kapott, vagy az Erzsébet utalvány esetében is mindenki egyformát kapott, illetve hát legutóbb a nyugdíjprémium esetében is mindenki egyformán kapott, tehát nem idegen ez a fajta megoldás. Miután vidéki hallgatóink is vannak, minap az merült fel, hogy település szerkezete alapján is sokan indokolatlannak tartják az átlag nyugdíjba megmutatkozó különbségeket. Míg Budapesten 180 ezer forint körül van, 180 ezer fölött van az átlag nyugdíj, addig Békés megyébe pedig csak 110 ezer forint körül van a nyugdíj. Indokolt lenne a nyugdíjakba a települések között megmutatkozó különbségeket is valamilyen módon elsimítani? Igen, én ezt egy megfontolandó gondolatnak tartom. Kellenek hozzá részletes számítások, intenzív párbeszéd a nyugdíjas társadalommal, de így első hallásra nem kizárt szerintem, vagy értelmes azon gondolkodni, hogy ezekben a nagyon alacsony átlag nyugdíjjal rendelkező megyékben, és akkor nem... Tehát valamilyen egyszeri, kiegészítő, a közelítést lehetővé tevő nyugdíjemelésre is sor kerülhetne. Persze ebből megint ugye lenne vita, hogy most akkor Békés, meg Szabolcs, meg Borsod, de mindesetre beszélni érdemes róla, legfeljebb nem születne döntés. Ennél egyszerűbb az, amiről az imént beszéltünk, hogy társadalmi juttatásnak tekintjük az úgynevezett 13. havi nyugdíjat, és akkor a mostani átlag szerint 160 ezer forintot kapna az a Békés megyei nyugdíjas is, akinek csak 97 ezer forint a nyugdíja. Ezt én nagyon jó ötletnek tartom. Ugye ez összességében, ha jól emlékszem, ez olyan 380 milliárd forint, ami a 13. havi juttatásnak a fedezete.
ebből valóban lehetne ezt a különbséget is csökkenteni, mind ahogy szintén bizonyos körökbe felmerül, hogy a férfiak és a nők között is az átlag nyugdíj van különbség, tehát ezt is tompítaná ezt a különbséget, illetve a másik szintén meglévő nyugdíjoló nyitását eredményező eljárás, nevezetesen, hogy ugyanolyan életút után, ugyan nagyjából ugyanolyan fizetés mellett, nagyjából ugyanolyan munkakörbe, esetenként még ugyanabból az íróasztal mögül is, akik most mennek el nyugdíjba, és egy 4-5 évvel előbb elmenő nyugdíjasok között akár 20-30% is különbség van, ami hát itt a valorizáció körüli problémákat veti fel. Úgyhogy itt a költségvetés, ez meghatározza a mi mozgásterünket. Ez egy nagyon nehéz műfaj, és köszönöm szépen Miklós Lászlónak, hogy segített ebbe némi nemű hangsúlyt elhelyezni, illetve a kibogózni a sok szám mögött lévő tartalmi különbségeket. És hát vigasztalásul tovább is csak azt tudom megállapítani, hogy, vagy közölni, hogy lesz nyugdíj, mindenkinek lesz nyugdíja, nem kell félni, hogy ez veszélybe kerül, és hát a mai jogszabályok alapján pedig novemberben nyugdíjkiegészítés is, és hogy Miklós László optimistán felvázolta, hogyha a gazdasági növekedés 3,5%-ot meghaladja, akkor akár még nyugdíjprémiumra is lehet számítani. Ez vigasznak lehet, hogy kevés, de minden esetre az biztos, hogy lesznek olyanok, akik figyelnek ezekre a dolgokra, és szóvá teszik, és napirenden tartják. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen a beszélgetést, és jövő héten találkozunk. Köszönöm én is. Határainkon innen, határainkon túl. Oltalom Rádió.